Önök a heti szakaszt Breuer Péter műsorát látják. Izgalmas emberekről, történeteikről, a magyar zsidóságról. Kedves vendégeim, hölgyeim és uraim, a sajtó megjelent képviselői. A mai bejelentés és sajtótájékoztató címe az első héten szinti holokausztról szóló tárgy megvezetése, amely kötelező az egyetem hallgató számára diplomájuk megszerzéséhez. Amikor körünkben köszöntöm Hillár Mort, Izrael magyarországi nagykövetét, akkor szeretném kifejezni hálámat azért, hogy elindított egy folyamatot a közös gondolkodásban. A második vatikáni zsinat Nostra Aetate kezdetű nyilatkozatának ötödik pontja így fogalmaz. Ez az utolsó egyetemes zsinat a katolikus egyházban. Krisztus egyháza ugyanis elismeri, hogy hitének és kiválasztottságának kezdetei Isten üdvözítő misztériumának megfelelően már a pátriárkáknál, Mózesnél, a prófétáknál megtalálhatunk. Vallja, hogy a Krisztus hívők a hitben, Ábrahám fiai, rájuk is vonatkozik Ábrahám meghívása, és hogy az egyház üdvösségét a választott nép egyiptomi kivonulása titokzatosan jelezte. Ezért az egyház nem feledkezhet meg arról, hogy az úszövetségi kinyilatkoztatást annak a népnek közvetítésével kapta, amelyet Isten a maga kimondhatatlan irgalmasságából arra méltatott, hogy megkösse a vele való úszövetségi szövetséget. Az egyház, mely elutasít minden üldözést, bárkit is érjen, megemlékezzén a zsidókkal közös örökségéről, nem politikai megfontolásoktól, hanem az evangélium vallásos szeretettől indítva fejezi ki sajnálatát, a gyűlölet, az üldözések és az antiszemita megnyilvánosság miatt. Bármikor és bárki részéről érték a zsidókat. Ez az idézet vége. A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem együttműködésében a Nostra Aetate dokumentum 50. évfordulójára megszervezett konferencia keretében Ilán Mort, Izrael nagykövete éppen egy éve 2014. május 26-án hangsúlyozta, idézem, az emlékezések és a hivatalos állásfoglalások nagyon fontosak, de messze nem elégségesek. Új kezdeményezések szükségesek, hogy az antiszemitizmus elfogadhatatlanságára világos kép alakuljon ki az újabb generációkban. Ennek rekatív folyamódja a nevelés, az oktatási rendszer minden szintén. Idézett vége. A Pázmány Péter Katolikus Egyetem komolyan megfontolva a kérdés súlyát, az egyetem rektora kezdeményezésére, Izrael állam nagykövetségével egyeztetve, létrehozta a holokausztról és az antiszemitizmus minden formájának elutasításáról szóló, nemzetközi szinten is ennek elsőnek nevezhető olyan egyetemi kurzust, amely kötelező az egyetem minden korán, a bármely képzésben és képzési szinten tanulmányokat folytató hallgatók számára diplomájuk megszerzéséhez. A PPK reméli, hogy kezdeményezése hozzá tud járulni az új generáció hitelet gondolkodásának kialakításához, amely példaértékű lehet nem csak a magyar felsőoktatás számára. Az alapozó közismereti stúdiumok keretében a PPK innen fakultásán 2015. szeptemberétől elindítja a bevezetés a katolikus hit rendszerébe című kurzus mellett helyet kapó a holokauszt és emlékezete című tárgyat, amelynek tartalmi kidolgozását Dina Borat és Rafael Vágó professzorok végezték el a University of Tel Avivból, szemben tartva a magyar sajátosságokat. Rafael Vágó professzor mindmáig négy hálával gondol vissza Márton Áron vértanúsok emlékére,
és a bíróság védelmében 1944. májusában végzett hősies cselekedetére. A történelmi jelentésű új kötelező tanácség a Katolikus Egyetem Karközi Nosferatu intézete által kerül meghirdetésre, és oktatásával az intézet segítségére lesznek a szakmai anyagot kidolgozó Tel Aviv Egyetem oktatói és Izrael állam nagykövetsége is. Köszönöm a figyelmet, és most átadom a szót Ilán Mónika, Izrael állam nagykövetsége.